Száznál is többen meghaltak és több mint 4000-en megsebesültek egy kettős robbanásban Beirutban. Eddig nincs magyar érintettje a detonációnak, de a magyar nagykövetség épülete és a diplomata lakások megrongálódtak. Fákat csavart ki a viharos szél és utcákat öntött el a víz a tegnapi viharban Bács-Kiskun megyében. 80 riasztásuk volt a tűzoltóknak. És az iskolaőrnek jelentkező kétharmada az előszűrésen sem ment át, mert nem felelt meg valamely alkalmassági feltételnek. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Már 100-nál is több halottról számolt be a Vöröskereszt a libanoni robbanás után. Több mint 4000-en megsebesültek, miután két robbanás rázta meg Beirutot. A detonációk Libanon fővárosának kikötőjében történtek. A miniszterelnök szerint 2750 tonna ammóniumnitrát robbant fel, amit 2013 óta tároltak az épületben megfelelő óvintézkedések nélkül. Az anyagot robbanószerek, valamint műtrágya gyártásához használják. Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást, nem zárják ki a szándékosságot sem. A sebesültek száma még emelkedhet, mert beszámolók szerint sokan rekedtek a romok alá. A robbanás erejét mutatja az is, hogy a 10 kilométerre lévő épületek is megrongálódtak. A detonációt a több mint 200 kilométerre lévő Cipruson is lehetett hallani. Nem tud magyar áldozatról vagy sérültről a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Mencer Tamás államtitkár a Facebook oldalán azt közölte, eddig senki sem kért segítséget a magyar nagykövetségen. Folyamatosan kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, a külképviselet épülete ugyanakkor megsérült a robbanásban. Ámennyezetek szakadtak le, ablakok törtek be, ahogyan a követség több munkatársának lakásában is, írja az államtitkár. Kollégáik jól vannak és készen állnak arra, hogy szükség esetén segítsék a magyar állampolgárokat. Életmentő segítségre van szüksége Libanonnak a robbanás után, ezt a miniszterelnökség államtitkára mondta az állami tévének. Azbej Trisztán közölte, beszélt Libanon magyarországi nagykövetével és karitatív szervezetekkel, és kiderült, hogy elsősorban katasztrófavédelmi és orvosi segítségre van szükségük. Ennyi sérültet ugyanis képtelen ellátni az egészségügyi rendszer. A kikötőben ráadásul nagy mennyiségű élelmiszer és gyógyszer készletet tároltak, ami a detonációban megsemmisült. Hosszú távon pedig az újjáépítésben is támogatásra lesz szüksége az országnak. Fákat csavart ki a viharos szél, utcákat öntött el a hirtelen lezúdult eső Soltvadkerten és környékén. Beszámolók szerint a leszakadó faágak és a kidőlt fák autókat és elektromos vezetékeket rongáltak meg. Több helyen részlegesen vagy teljesen elzárták az utat a fák. A baum.hu beszámolója szerint Soltvadkerten a viharos szél leszakította egy három emeletes malomépület tetejét. Az Origo.hu összefoglalója szerint több mint 80-szor riasztották a tűzoltókat, akik sokszor azért nem tudtak gyorsan a helyszínre érni, mert menet közben több helyen is meg kellett állniuk a kidőlt fák miatt. 11 fővel nőtt a regisztrált koronavírus fertőzöttek száma itthon. Jelenleg 534 aktív fertőzöttről tudnak a szakemberek, 72-en vannak kórházban, minden tizedik ápoltnak lélegeztetőgépre van szüksége. Meghalt egy idős krónikus beteg, vele együtt már 599 áldozata van a járványnak Magyarországon. Továbbra is érvényben van a járványügyi készültség, mivel több országban is gyorsult a járvány terjedése, így ismét nőtt a fertőzöttek száma. A szakemberek továbbra is fontosnak tartják a szájmaszk használatát a boltokban, valamint a tömegközlekedési eszközökön. Három olyan megye is van, ahol senki sem halt bele a koronavírus okozta szövődményekbe. A hivatalos tájékoztatás szerint Hajdú-Bihar, Vas és Békés megyében nem volt egyetlen áldozat sem. Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legkevesebb aktív fertőzött. A szakemberek egy regisztrált esetről tudnak. A legtöbb aktív fertőzött továbbra is Budapesten található, azt követi Pest megye, majd Zala. Az áldozatok jelentős részénél volt valamilyen krónikus betegség, azonban 24 esetben semmi ilyen nem volt a koronavírus fertőzés mellett. Ez csak néhány nap csúszást jelent, ezt mondta Karácsony Gergely az Egyenes beszédben, miután a közbeszerzési hatóság tartalmi hibára hivatkozva visszadobta a Lánchíd tendert. Időközben a BKK ugyanis egy rendkívüli ülésen eleget tett a követelményeknek. Közben a kormányhivatal lezárta a Pesti úti idősek otthonában zajló vizsgálatot. 90 napos határidőt szabtak a fenntartó fővárosi önkormányzat számára, hogy felszámolják a létszámhiányt.
Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta, néhány kivételtől eltekintve felvételi stop van az idősek otthonában. Majd hozzátette azt is, bíróságra mennek a határozat miatt. Most a kollégáim dolgoznak, hiszen a bíróságon meg fogjuk támadni ezt a döntést, mint egyébként más döntéseket is meg kellett támadnunk, de hát én alapon meg kéne zárni a magyar szociális ellátórendszert. És akkor beszélhetünk a kórházakról is. Tehát azért azt nagy tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy mi felkészültünk. Tehát minden védőfelszereléssel, izolációs szobákat létrehoztunk, új falakat emeltünk az intézményekben. Magyar kórházakban elindult ez a munka? Az iskolaőrnek jelentkező kétharmada nem jutott túl az előszűrőn sem, tudta meg a Népszava. A lap szerint július végéig 1409-en jelentkeztek a munkára. Azonban az egészségügyi, pszichológiai és erőléti vizsgálatok után mindössze 497-en kezdték meg a képzést. A cikk megjegyzi, hogy további lemorzsolódás várható az egy hónapos intenzív képzés alatt. A jelentkezőknek 40 órás pedagógiai, pszichológiai, 24 órás bűnmegelőzési és konfliktuskezelési, valamint egy 56 órás rendvédelmi és gyakorlati tanfolyamon kell részt venniük. Az ORFK tájékoztatása szerint 422 iskolaőrt intézményi szolgálatra, 75-öt pedig helyettesítésre osztanának be. Iradon kérdésére az ORFK azt közölte, hogy önkéntes alapon nem hivatásos állományú jelentkezőket akarnak kiképezni iskolaőrnek. Egyértelmű politikai centrumhoz húz az összes kurátor, ezt állítja híradónknak Németh Gábor, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori tanácsadója, aki szerint az egyetem ügye nem az Innovációs és Technológiai Minisztériumban dől el. Számukra sokszor a minisztérium és a miniszter is inkompetensnek tűnt. Híradónk többször kereste a minisztériumot, de nem kaptunk választ. Feszült, várakozás teljes, dühös. Szomorú. Így jellemezte a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori tanácsadója az intézményben uralkodó hangulatot, ami annak kapcsán alakult ki, hogy megtudták, kik lesznek az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai és elnöke. Nincs benne senki azok közül, akiket az egyetem javasolt, és soha nem kaptunk semmiféle választ sem arra, hogy ennek mi az oka, vagy hogy mi a probléma jelöltjeinkkel. A kuratórium elnöke Vinyánszky Attila, a kuratórium tagjai pedig Lajos Tamás operatőr-producer, Rátoti Zoltán színész-rendező. Két olajipari szakember is helyet kapott a testületben, Bacsa György, a MOL stratégiai ügyvezető igazgatója, és Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója, aki egyszer s mind a Dunaszerdahelyi labdarúgó csapat tulajdonosa. Az összes kurátor közel állni látszik egy nagyon egyértelmű politikai centrumhoz. Az én számomra az derült ki a tárgyalásokon és később is, hogy az egyetem ügye nem a minisztériumban dől el, a minisztérium és maga a miniszter a számomra és számunkra gyakran inkompetensnek tűnik, és úgy tűnik, hogy korlátozott a mozgástere. Németh Gábor azt is elmondta, hogy az egyetemet korábban bíráló Vinyánszky Attila nem sűrűn járt az intézmény falai között. A vizsgai előadásokat nem látogatja tudtommal. Egyszer tavaly fölkértük egy kurzusra, ami kudarcos volt, mert nem nagyon ért rá ennek a kurzusnak a megtartására. A rektori tanácsadó arra is felhívta a figyelmet, hogy a fenntartó alapítvány nevéből kikerült az egyetem szó. A neve Színház és Filmművészetért Alapítvány. Nagyon úgy tűnik, hogy ennek egyetlen értelme lehet, hogy az egyetemen kívül más intézmények is ennek a hatáskörébe tartozzanak, vagy esetleg még nem létező intézmények ide tartozzanak. Híradónk ismét írt az Innovációs és Technológiai Miniszternek. A kérdésünk napok óta ugyanaz. Miért nem választott be senkit sem az egyetem által javasolt személyek közül a kuratóriumba, valamint, hogy miért azokat tartja a legalkalmasabbnak, akik végül bekerültek a testületbe. Adásunkig nem kaptunk választ kérdéseinkre. Felmondott a Nemzeti Színházban a Kossuth-díjas Bánsági Ildikó. A színésznő híradónknak azt mondta, döntésének nem egyetlen oka van. Az utolsó csepp a pohárban a Színház és Filmművészeti Egyetem körül zajló folyamat volt. Ma felmondtam a Nemzeti Színházban. Ezt írta ki hétfőn délután Facebook oldalára Bánsági Ildikó. Híradónk telefonon érte el a színművésznőt, aki azt mondta, döntésének nincs egyetlen oka. Ugyanakkor az utolsó csepp a pohárban a színművészeti körül kialakult helyzet volt. Rájöttem, hogy nincs beszélgetés. Elhittem, hogy van beszélgetés, és úgy láttam, én így ítélem meg, hogy nincs. Így lezáródott. Hát lezáródott, mert már csak forradalmiskodni lehetett. Azt láttam. Tegnap beadta a felmondását, azóta Vinyánszky Attilával beszélt? Én nem beadtam, én őneki mondtam ezt el. Már illetve azt, hogy elmegyek.
Mit szólt hozzá Vinyánszki Attila? Hát, azt mondta, hogy sajnálja. Nem beszéltük ezt ki, hiszen mi sokat beszélgettünk, mert én minden szerződéskor egy kis cekével a kezemmel mentem, nem a saját problémáimat feltétlenül, hanem az egész társaimnak a felmerülő problémáját összeírtam egy papírra, hogy el tudjam mondani, hogy mi lenne jó, ha változtatnánk. A színművésznő szerette volna, ha létrejön egy színész kuratórium, ahol meg lehet beszélni a felmerülő problémákat, és ahol minden pontosan le van írva, hogy tudják mihez tartani magukat. Bánsági Ildikó beszélt arról is, hogy a legnagyobb boldogsággal szerződött a Nemzeti Színházhoz, ám egy idő után azt vette észre, hogy emiatt, akikkel korábban a szakmából jó viszonyban volt, most többen nem beszélgetnek vele. Rádöbbentem arra, hogy valamitől valakik kialakítottak egy olyat, hogy jobboldalik, baloldalik. És én nekem ez nem tetszik, mert én nekem a bal és a jobb oldaliak, azok nekem a pályatársaim, akiket én szeretek, akikkel mi dolgoztunk. Egyivásúak voltunk, tudtunk beszélgetni, és nem volt köztünk árok. Aztán elkezdett szűkülni ez a kör, és ő úgy érezte, hogy valamit tenni kell. Szerinte a lényeg a beszélgetés lenne. Hirtelen beszélgetés nélkül történések lettek. És hogyha mi nem ülünk le, nem húzunk egy vonalat, és nem mutogatunk visszafelé, hogy te beszélsz, mikor te ezt és azt csináltad ekkor és ekkor, és ezt nem hagyjuk abba, és nem beszélgetünk, akkor nem oldjuk meg a szakmának a problémáját, hanem mindig az erősebbik lenyomja a kisebbiket, és akkor ez így folytatódik, de a maga problémát, a dilémát nem oldjuk meg. A színművésznő hozzátette, bár elcsépelten hangzik, de ő függetlennek tartja magát, mindig is emberpárti volt, szeretné meghallgatni a többieket, hatni rájuk, vagy szeretné, ha mások hatnának rá. Úgy gondolja, ez az egyetlen kiút a mostani helyzetből. Nem bizonyosodott be, hogy a Budapesti Operettszínházban bármilyen zaklató jellegű tevékenység történt volna, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amely arról tájékoztatott, hogy befejezték a vizsgálatot. A sajtóban megjelent cikkek nyomán Kásler Miklós miniszter június 10-én vizsgálóbizottságot kért fel, hogy tisztázza az Operettszínházról megjelent híreket. Az EMMI most azt közölte, megállapították, hogy a szóbeli panaszt követően az intézmény főigazgatója az elvárható gondossággal járt el. Megtette a szükséges intézkedéseket, még független szakértőket is megbízott az ügy kivizsgálásával. A minisztérium hangsúlyozta, minden hátrányos megkülönböztetést és a szexuális zaklatás valamennyi formáját elítéli. Visszavonta a fellebbezését Kaleta Gábor ügyvédje, így a gyermekpornográf képek birtoklása miatt elítélt ex-nagykövet büntetőügye nem folytatódik másodfokon a bíróságon, közölte a fővárosi törvényszék. Az eljárásban július 1-én született ítélet, amelyben Kaleta Gábor felfüggesztett börtönt és 540 000 forint pénzbüntetést kapott. Most, hogy a védő visszavonta a fellebbezést, a döntés jogerőssé vált. A volt perui nagykövet az amerikai hatóságok nyomozása során bukott le. A számítógépén 19 000 kiskorúakról készült pornográf fényképet találtak. A diplomatát titokban hozták haza. Az Érdi család tagjai fegyvertelenül mentek el arra a benzinkúti találkozóra, ahol egy régóta húzódó konfliktust próbáltak rendezni az Enyingi családdal. Ezt mondta a híradónknak a családot képviselő ügyvéd. Az Érdi családot ismeretlenek többször is megfenyegették. Erre utal az a híradónk birtokába került rendőrségi jegyzőkönyv, amelyben az egyetlen halálos áldozat édesanyja tett feljelentést ismeretlen tettes ellen súlyos fenyegetések miatt. A halálos késeléssel végződött ügyben 12 gyanúsítottat állítottak elő, mindannyian előzetes letartóztatásban vannak. Na most emberkedjetek, majd nézzük, hogy kik vagytok, ne csak azt ágyáljon! Így üzentek csütörtök délután a Facebookon a benzinkútra érkező érdi család tagjai az enyingieknek. A két család távoli rokoni kapcsolatban állt egymással. Sajtóhírek szerint az enyingi feleség 8 hónapnyi házasság után szökött haza, mert állítása szerint az érdi férfi cselédként bánt vele. A család visszakövetelte az esküvő árának felét, ez válthatta ki a csúnyán elfajuló vitát. A tömegverekedésben csövek, ásó, szúró és vágóeszközök is előkerültek. Az érdi család tagjait védő ügyvéd szerint az ügyfelei azt remélték, hogy a bekamerázott benzinkúton békés úton rendezik majd a konfliktust. Egyértelműen megállapítható volt az iratokból az, hogy ez a több hónapja húzódó szópárbaj és videóüzenetek váltása után az érdi csapatnál egyáltalán nem volt fegyver, tehát sem fegyver, sem sűrűs sérülés alkalmazására alkalmas eszköz, tehát sem kések, sem
csákányok nem voltak, szemben az enyingiekkel, akik viszont ugye így érkeztek a helyszínre. A dulakodás közben az egyik gyanúsított egy hegyes eszközzel szívtájékon szúrt egy 50 éves érdi férfit, aki életét vesztette. Ezt az áldozat fia üzente. Információnk szerint őt is megszúrták, de a kórházból már kiengedték. Jelenleg előzetesben van a Tököli Rabkórházban. Úgy tudjuk, az érdi családot ismeretlenek többször is megfenyegették. A híradónk birtokában került rendőrségi jegyzőkönyv szerint a verekedésben elhunyt 50 éves férfi édesanyja még júliusban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Ez szerint az irat szerint idézem, 3-4 alkalommal autóval valaki elgurult a házunk előtt, lassított és lehúzott ablaknál az autót vezető férfi bekiabált a mi házunkhoz. Azt mondta, meg fogtok halni. A szócsaták és üzengetések hónapok óta zajlottak. Tetlegesség korábban egyszer történt Siófokon. Az enyingi család megtalálta a gépjárművét, megvárta, ott letérdeltette, a fejére szerettek volna vizelni, késtettek a torkához, és az életért kellett könyörögni térden állva. A 12 gyanúsítottat, akik közül többen büntetett előilletőek, vasárnap letartóztatták. A nyomozati bíró 30 napra rendelte el a kényszerintézkedést, mivel szabadlábon hagyásuk esetén egy részüknél fennáll a bűnismétlés, az emberöléssel gyanúsított személynél pedig akár az elrejtőzés veszélye is. Napi 1 tonna szemetet szednek össze azok az önkéntesek, akik a Tisza felső szakaszát próbálják megtisztítani, a víz mellett az ártereket is takarítják. A PET kupát már 8 éve rendezik meg, az akció különlegessége, hogy a hajókat is hulladékból építik. Szokatlan megjelenésű tutajokkal pásztázzák a vizet a csapatok. Itt a hulladékgyűjtés a Tisza tisztításán kívül egy verseny is. A legtöbbet gyűjtő csapat lehet a kupa nyertese. Idén 10 csapat érkezett, köztük 2 új. Egyrészt arról árulkodik, hogy jól érzik itt magukat, ami fantasztikus, nagyon jó dolog. Másrészt pedig ők segítenek az újoncoknak. Amit ma reggel lehet látni, az az, hogy a veterán csapatok már korán elindulhatnak, mert ma egy rekordtáv vár rájuk 26 kilométer. Ezt PET hajókkal eddig csak egyszer 2013-ban teljesítettük. Hatalmas zsákokban gyűjtik a vízből és az ártérből is a szemetet a csapatok. Már a kezdők is sok palackot gyűjtöttek össze. Ha jól emlékszem, akkor 13 zsákot szedtünk össze, ami már taposva volt és kupak nélkül. Ezt miért kell megtaposni? Úgy egyszerűbb majd a későbbiekben a válogatás. A legtöbb csapat már több egyszer érkezett a Tiszára. Vannak köztük baráti szerveződések, de olyan is, ahol egy-egy munkahelyi gárda jön takarítani. Hatodszor van itt a csapat, egy része, mi másodszor, de a hatodik évfogyó részt veszünk ezen az eseményen, a 8-ból, ugye a 8. alkalommal rendezik. A hajók eddig minden alkalommal teljesen megrakodva tértek vissza a kikötőbe, naponta több mint 1 tonna PET palackot gyűjtenek össze. Magyarország tortája idén tápiószecsön készült, és a kíváncsiság nevet kapta. Jellegzetessége a birsalma, amit mandulával, mogyoróval és csokoládéval párosított a cukrász. Magyarország cukormentes tortáját Pilis Szent Ivánon készítették, természetesen hozzáadott cukor nélkül. A szociális távolságtartás szabályait inkább csak a pályaművek vették komolyan azon a rendezvényen, ahol kihirdették a Szent István napi kenyér, az ország tortája és az ország cukormentes tortája pályázat győzteseit. Az év elején még senki nem gondolta volna, hogy a 2020-as év más lesz, mint a többi. A kormány szóvivő Szentkirályi Alexandra szavait a balmazújvárosi Fülöp Zsolt is igazolta. A győztes, vagyis a Szent István napi úgynevezett hajdúsági házi kenyér készítőjétől sokan kértek tanácsot a karantén idején. Az alap végül is ugyanaz, élesztő sejtet szaporítunk el, arra bízzuk azokat a folyamatokat, amivel mi aromát, szerkezetet adunk egy kenyérnek. Az ország leginnovatívabb kenyere rozmaringos burgonyás cipó lett. A több mint 40 éves recept alapján a solymári helpékségben készült. Az ország tortája címet 2020-ban a Curiositas, vagyis a kíváncsiság nyerte el. Jellegzetessége a birsalmás íz, amely finoman harmonizál a mogyorós és mandulás részekkel. A birsalmás zselében pedig található birsalma kompót és birsalma pálinka, meg birsalma püré, és ez a három összetevő egy olyan ízkombinációt alkot, ami különlegessé teszi ezt a tortát. Az ország cukormentes tortája Pilis Szent Ivánon készült, Szent Ivánéi Álom Fantázia néven. A sütemény nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Az alapja céklás almás piskóta, mellette tejszínes, zappelyhes angol krém hívja fel magára a figyelmet. Ebbe ágyaztam bele egy fahéjas zselés réteget, ami egy megyhabos
krém zárja, illetve a díszítését próbáltuk egy elegánsra tenni, és egy fehér csokoládés ganás krémmel és liofilizált megy darabokkal lett leszorva koszorú alakban. A cukorbetegség terjedése ellen küzdő Egycsepp Alapítvány egyébként meghirdette a Magyarország cukormentes tortája házi versenyt is, amelyre nem szakképzett cukrászok szeptember 13-áig nevezhetnek házi sütésű tortáikkal. Farkaskölyköt vetve telefonjával egy erdész a Bükkben a néhány hónapos állat egyedül volt, de nem kizárt, hogy az anyja a közelben rejtőzködve figyelte. A Bükki Nemzeti Park területén 4-5 farkas család él. Ezeket a felvételeket készítette az erdész néhány napja a Bükkben egy pontosan meg nem határozott helyen. Egy kis farkas sétálgatott itt, nem nagyon zavarta az sem, hogy nem túl távol tőle áll az erdész a kocsijával. A felvételt készítő erdész nem kívánt nyilatkozni, de a Nemzeti Park munkatársa szerint nem egyedül volt a kölyök. Úgy gondolom, hogy a megfigyelőhöz több példány is közelíthetett, és azok félreugrottak. És ez a kicsi példány, ez valahogy óvatlan volt, nem ugrott félre, gyanítom, hogy a testvére is valahol ott lettnek a környéken. Ennek az állatnak legalább még két testvére van a saját kamerái felvételei alapján. A Bükki Nemzeti Park Nógrád megyétől a Tisza felső szakaszáig tartó területén 4-5 farkas család él. Nem kell tőlük félni, de az óvatosság nem árt. Kerékpározunk, túrázunk, igazából nem félünk a farkasoktól. Elkerüljük őket, reméljük. Ha mi nem bántjuk őket, akkor reméljük, hogy ők sem bántanak minket. Az ország északi területein már évek óta élnek csúcsragadozók, ezek egyike ez a kis farkas. Azt, hogy a testvérei és anyja hol voltak, pontosan nem lehet tudni, de az szinte biztos, hogy a közelből figyelték a 3-4 hónapos kisállat egyéni akcióját. A déli híradó után is lesz fórum, Somos András már várja önöket. Szervusz András, milyen témákkal várod a nézőket? Szervusz Anna, így van, lesz fórum most is délben, és a három téma a következő: a fővárosi reakció arra, hogy a kormányhivatal egy elítélő határozatot hozott a Pesti úti otthon kapcsán, a visszavont fellebbezés, ahogy a híradóban is látták Kaleta Gábor részéről, és a harmadik téma a Lánchíd felújításának pályázati anyagát ugye visszadobta a közbeszerzési hatóság, hát meg amit a nézők még idehoznak így délben, Anna, az lesz minden. Köszönöm, köszönöm szépen, András. Most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk, hívják Andrást. Híradóval legközelebb 17.25-kor Gajdos Tamás várja önöket, én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!